Te bohókás leszel? Én az leszek mindenképpen bohókás. Hát akkor szerintem én is sem fogok változtatni ezen, főleg, hogyha így látnak az emberek. De jó. Én nem tudtam, eddig ilyen szomorkásnak gondoltam magam, de akkor inkább bohókás leszek. Hát akkor te egy nagyon rossz tükröt néztél, hallod, de egyáltalán nem vagy szomorkás. A hangulatom már ma az volt. Igen. Kicsit szomorkás. Hát akkor innentől kezdve nem szomorkás, hanem bohókás hangulatom máma lesz. Igen. Én nagyon elégedett vagyok a szettemmel, és nagyon vártam is ezt a helyzetet, hogy öltöztessenek. A Schnell Viktor volt a stylist, és ő adta rám ezt. Neked tetszett egyébként? Nagyon. És ugye a színei azok teljesen én vagyok, nagyon szeretem az ilyen virágos, mintás dolgokat, a pufos ujjat, tehát hogy olyan, mint hogyha a Viktor mindig is öltöztetett volna, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és jó érzés ez nekem. Nekem még nem volt olyan műsorban, nem voltam ahol stylist. Nem ahol stylist öltöztetett. Jaj, hagyjál már. Olyan. Hát te miről beszélsz? Nem volt még. Azok, de hülye vagyok. Volt, csak úgy képzelem, hogy nem volt. De hogy nem volt rengeteg. De hát ezzel... De mondjuk én még sose öltöztettem. Nem volt valami az... Vagy valami, de valami volt. Akkor viszont ez most sértő volt, amit mondtál, hogy ez úgy maradt meg. Nem emlékszem. Nem volt stylist, aki öltöztetett. Nem mindegy. Na, Becky Krisztiánról... Vagy Berki Krisztiántól nem számítok semmire. Vicceltem, Krisztián, a legjobb leszel. Nagyon ügyes leszel. De hát... De szerintem jó lesz minden. Igen, én ezek jó, igen. Meg ez egy jó párosok vannak. Én nagyon bírom azt is, ahogy ők egy ilyen csipkelődősebbek. Mi inkább egy nyugdíjas, kedvesebb pár fazont fogjuk hozni. Tudod, ez olyanok vagyunk, mint a nyugdíjas szex, azt tudod milyen? Persze, hát egymásnak, igen. Akkor megyünk el, amikor akarunk. Igen, ez lesz.